Sziasztok! Most Erika le fogja vágni a Dedi haját, mindjárt jön a Dedi a fodráshoz. Kokko! Szabad jönni! Tessék bejönni! Itt jön a Dedi a fodráshoz, és most leül. És most Erika levágja. Erika néni, vágja le egyszer, hogy Mami, más szögekből is kamerázzál, jó? Jaj, de jó! Erika vágja a Dedi haját! Azt már le van vágva, sziszik el. De nem akarózzon fodrász néni közben, hanem tessék vágni a Dedi haját. Gyere, egész közel, hogy néz ki a fejem hátulról, jól néz ki? Mert én nem fogom látni, hogy nézem a fejem. Még nem szép. Közelről, kamerában. Hát még nem szép. Tessék többet vágni, fodrász néni. Az jó. Tincsek, hogy néznek ki a földön, azt is valami kamerázom. Itt ezeket a hajakat már levágta Erika, ami van a földön. És még vágt sokkal többet. Gyere most egy kicsit velem szembe is, valami, jó? Úgy dolgozik Erika. A, nagyon jó, nagyon élvezi a művésznő ezt a munkát. Na, itt a Dedi. Itt ül és vágja Erika a haját. Ja. Szizi, mesterasszony, a fülemnél óvatosan, jó? Mert csak két darab van. A Dedi fület nem vágjuk le. Aha, ott oldal nagyon jó lesz, látom. Nagyon szép lesz. Elől nem kell egy kicsit megigazítani, mesterasszony. Oké. Okay. Jó, egy kicsit elől is, de ott a szeremnél óvatosan. Na igen, így gondoltam én is, most sokkal jobb. Most sokkal jobb. Oké, okay, jó. Csak a szememre vigyázzon, jó? Aha. Alakul nagyon. Alakul a hajam, Mami. Már itt már el fogok kelni, ugye? Uh-huh. Ops, leesett a mesterasszony szerszáma ide a fődre. És fővesszük, tessék Erika. Okay, Dedi meg itt nagyon el van csodálkozva, milyen szép a tolla. Itt jól lett, megnőtt ez a hajam. Nem kisebb lett. Ez itt megnőtt. Nem kisebb lett, hanem nagyobb. Aha, az jó. Szizik, Erika, a hajat, amit levász, az ne dobálj szép szana szép, jó? Csak hagyd a földet itt, majd összesöpörjük a mamival. Jó, kicsi? Oké, okay, hátul a hosszával, hogy néz ki hátul a hosszával? Hátul még nagyon hosszú neki, Erika. Ja, gyere, erre a jobb oldalra is van egy kicsit, erre minden szűrőt próbáljuk levászni. Itt a mesterfogás. Erika ezt az oldalt már szépen levágta. Kicsikét mosolyoljon bele a kamerába a mesterasszony, jó? Nézd oda! Csíz! Csíz! Jééé! Szia! Nagyon jó! Na ezentúl még sapkásra kell fordulnom, hogy mindenki vás ezt a szép hajvágást. Hát ez nagyon jó. Sziszke, ne dobd el, csak úgy rá a földbe, ja? Na hátul már egészen jó lesz. Na úgy néz ki, hogy maminak nem is kell utána igazítani semmit, ugye, mami? Azt hiszem. Mert az annyira tökéletesen jól sikerült. Ez annyira jó hajvágás, hogy már jobb nem is lehet, csak óvatosan Erika, jó? Ott vannak lent a hajak a földön, és most Erika nagyon szépen vágja. Picikék, hosszú elől Erika. Szia! Szia! Jó, ne tudod a mamikus hajába, jó? Most gyere ide oldalra, jó, baba? És ott is felvele. Fejed tetején is. Úgy néz. Nagyon jó. És hogyan méred a haj hosszúságát, amit levág, Erika? Csak úgy ránézésre, ugye? Nem, én nem van, mert ezt a hétvágat. Nagyon szép. Mami? Én szerintem maminak is le kéne így vágni a haját, szerintem nagyon. Szerintem már kopasz foltok is vannak benne. Gyere, közelről próbáld kiragyítani a mesterasszonynak a munkáját. Itt most megnézzük a mesterasszony munkáját egészen közelről, milyen a hajvágás. Ezzel Erika hát ez aztán még nagyon jó séró lesz, ilyen kopasz foltokat csinálj bele, Erika. Nem baj, ezzel még pénzt is fog egyszer keresni, meglátod. Hű, a minden itt milyen hajvágás lett ez. Hűha. Ja, a kamerát ne szúrd meg, Erika, jó? Ne szúrd meg. Na szépen. Köszönök a házat. Na, most vissza. Jó, most oda már csinált a füle mögé egy kopasz fotót. Ide, főleg itt van egy kopasz folt. Nem baj, majd oda visszaragasztjuk akkor, ami leesett. Nem, ez direkt így akartad, igaz, Erika? Ez direkt ilyen. Ez ilyen fajta frizura, amit.
Az ott ott hát. A foncsikámat is vág le, igen? Aha, nagyon jó. Bye, bye! Ha húzza a bébikébe, mert akkor a szőr feláll a hátamon. Na. Na, még egy picikét, még az itt gyerik elő is, és akkor utána jó. Majdnem kész is lesz egy kicsit. Csak finom, mert ide pisilok a székre, kislányom. Nyújt most a tetején is egy picikét, igaz is meg? Most próbáld úgy, hogy ide állsz mellém, jó? És szemből itt egy picikét nézd, mert vannak itt ilyen hosszú pincsek, nézd. Szállj le a székről, és akkor úgy. Én egy nagyon hisztis vendég vagyok, látod, és nem vagyok elégedett, hogy hosszú hajam. Uh-huh. Most jó. Látod, mama? Még a másik felén is hosszú neki, Erika. Igen, igen. Uh-huh. Tökéletes, nagyon. Itt a kopasz. Erika megírta a Denit. Jó, már csak azt hiszem, meg kell szállítani. Én azt hiszem. Főnőzni kell még egy kicsit. Köszönöm szépen. Na, jó lesz ma, mi köszönjük szépen. Na, köszönjük, Erika. Köszönjük a hajvágásért. Na, majd a többit majd legközelebbi hajvágásnél. Integessünk a kamerába. Jó, köszönjük szépen. Sziasztok.